A prédikátor Salamon könyve. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Felette nagy hiába valóság. Azt mondja a prédikátor. Felette nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. Micsoda haszna van az embernek mindenő munkájában, amellyel munkálkodik a nap alatt. Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő, a föld pedig mindörökké megmarad. És a nap feltámad, és elnyugszik a nap, és az ő helyére siet, ahol ő ismét feltámad. Siet délre, és átmegy észak felé, körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél. Minden folyóvíz siet a tengerbe, mindazáltal a tenger mégis meg nem telik. Akár micsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza. Minden dolgok mind fáradoznak, senki ki nem mondhatja. Nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz. És ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik, és semmi nincs új dolog a nap alatt. Van valami, amiről mondják, nézd ezt, új ez. Régen volt már, 100 esztendőkön átmelyek mielőttünk voltak. Nincs emlékezet az előbbiekről, azonképpen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, akik azután lesznek. Én prédikátor, királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben. És adám az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz, hiába való foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele. Látta minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és íme minden csak hiába valóság és a léleknek gyötrelme. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható, szóltam az én elmémmel mondván. Íme, én naggyá lettem, és gyűjtöttem bölcsességet mindazok felett, akik fők voltak én előttem Jeruzsálemben, és az én elmém bőven látott bölcsességet és tudományt. Adtam annak felette az én elmémet a bölcsességnek tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme. Második rész. Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Mondék az én szívemben, no, megpróbálok téged a vígan való lakásban, hogy lásd meg, mi a jó. És íme, ez is hiába valóság. A nevetésről azt mondom, bolondság, a vigasságról pedig mit használ az? Elvégezém az én szívemben, hogy borítarra adom magamat, pedig szívem a bölcsességet követi, és előveszem ezt a bolondságot, míg nem meglátom, hogy az emberek fiainak mi volna jó, amit cselekedjenek az ég alatt, az életük napjainak száma szerint. Felette nagy dolgokat cselekedtem. Építék magamnak házakat. Ültettem magamnak szőlőket. Csináltam magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ültették beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat. Csináltam magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét. Szerzék szolgákat és szolgálókat, házamnál nevekedett szolgáim is voltak nekem. Öreg és apró barmoknak nyájaival is többel bírtam mindazoknál, akik voltak én előttem Jeruzsálemben. Gyűjtöttem magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat. Szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségét, asszonyt és asszonyokat. És naggyá lettem, és megnövekedtem mindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben, az én bölcsességem is helyén volt, valamit kívánnak vala az én szemeim,
meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vigasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkámmal gyűjtött jókban, mivel hogy ez volt az én részem minden én munkáimból, és tekinték minden dolgaimra, melyeket cselekedtek vala az én kezeim, és az én munkámra, mit fáradtsággal végeztem vala is íme. Ez mind hiába valóság, és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt. Azért fordulék én, hogy lássak bölcsességet és bolondságot és esztelenséget, azaz, hogy mit cselekesznek az emberek, akik a király után következnek. Azt, amit régen cselekedtek. És látám, ahogy hasznosabb a bölcsesség a bolondságnál, miképpen hasznosabb a világosság a sötétségnél. A bölcsnek szemei vannak a fejében, a bolond pedig sötétségben jár. De ugyan én megismerém, hogy ugyanazon egy végük lesz mindezeknek. Annak okáért mondám az én elmémben, bolondnak állapotja szerint lesz az én állapotom is, miért valék tehát én is bölcsebb? S mondék az én elmémben, ez is hiába valóság, mert nem lesz emlékezetes sem a bölcsnek, sem a bolondnak mindörökké, mivel hogy a következendő időkben már mind elfelejtetnek. És miképpen meghalt a bölcs, azonképpen meghal a bolond is. Azért gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszik nékem egy dolog, ami történik a nap alatt, mert mindez hiába valóság és a léleknek gyötrelme. Gyűlöltem én minden munkámat is, melyet munkálkodtam a nap alatt, mivel hogy el kell hagynom azt oly embernek, aki én utánam lesz. És ki tudja, ha bölcs lesz-e vagy bolond? És mégis uralkodik minden munkámon, amit cselekedtem, és bölcsen szerzettem a nap alatt? Ez is hiába valóság. Annak okáért elfordulék én, megfogván reménységtől az én szívemet minden munkám felől, mellyel munkálkodtam a nap alatt. Mert van oly ember, akinek munkája elvégeztetett bölcsességgel, tudománnyal és jó kimenetellel, és oly embernek adja azt örökségül, aki abban semmit sem munkálkodott. Ez is hiába valóság és nagy gonosz. Mert micsoda marad meg az embernek minden ő munkájából és elméjének nyughatatlan fáradozásából, mellyel ő munkálkodott a nap alatt? Holott minden napja bánat, és búsulás az ő foglalatossága, még éjjel is nem nyugodott az ő elméje. Ez is hiába valóság. Nincsen csak e jó is az embernek hatalmában, hogy egyék, igyék is azt cselekedje, hogy az ő szíve lakozzék gyönyörűséggel az ő munkájából. Ezt is láttam én, hogy az Istennek kezében van. Mert kicsoda ehetnék és élhetnek gyönyörűségére rajtam kívül. Mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, adott Isten bölcsességet és tudományt és örömet. A bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, aki jó az Isten előtt. Ez is hiába valóság, és az elmének gyötrelme. Harmadik rész. Mindennek rendelt ideje van. És ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggattatásának, ami ültettetett. Ideje van a megölésnek, és ideje a meggyógyításnak. Ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje a szögdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának, és ideje a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek, ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak.
ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek, és ideje a gyűlölésnek. Ideje a hadakozásnak, és ideje a békességnek. Micsoda haszna van a munkásnak abban, amiben ő munkálkodik? Láttam a foglalatosságot, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy fáradozzanak benne. Mindent szépen csinált az ő idejében, e világot is adta az emberek elméjébe, csak hogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig. Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen kiki, és hogy a maga javát cselekedje az ő életében. De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké. Ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. És az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orcáját rettegjék. Ami most történik, régen megvan. És ami következik, immár megvolt. És az Isten visszahozza, ami elmúlt. Láttam annak felette a nap alatt, hogy az ítéletnek helyén hamisság, és az igazságnak helyén latorság van. És mondék magamban, az igazat és a hamisat megítéli az Isten. Mert minden ember akaratjának ideje van, és minden dolognak ő nála. Így szólék azért magamban. Az emberek fiai miatt van ez így, hogy kiválogassa őket az Isten, és hogy meglássák, hogy ők magukban véve az oktalan állatokhoz hasonlók. Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez. És egyenlő végük van azoknak, amint meghal egyik, úgy meghal a másik is. És ugyanazon egy lélek van mindenikben. És az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiába valóság. Mindenik ugyanazon egy helyre megy. Mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. Vajon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegyé, és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megyé? Azért úgy láttam, hogy semmi nincs jobb, mint hogy az ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivel hogy ez az ő része a világban, mert kihozhatja őt vissza, hogy lássa, mi lesz ő utána. Negyedik rész. Viszont látám én, mint a nyomorgatásokat, amelyek a nap alatt történnek, és íme, nyilván van azoknak, akik nyomorgattatnak, könnyhullatásuk, és vigasztalójuk nincs nékik, és az őket nyomorgatóknak kezéből erőszaktételt szenvednek, és vigasztalójuk nincs nékik. És dicsérém én a megholtakat, akik már meghaltak vala az élők felett, akik még élnek. De mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még meg nem lett, aki nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik. És látám én, ahogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli. Annak okáért ez is hiába valóság, és a lélek fájdalom. A bolond egybe kapcsolja a kezeit, és megemészti a maga testét. Jobb egy teljes marék nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Viszont láték a nap alatt más hiába valóságot. Van olyan ember, aki egymaga van, és nincs vele másik. Se fia, se atya fia nincs. Mindazáltal nincs vége minden ő fáradtságának, és az ő szeme is meg nem elégszik gazdagsággal, hogy ezt mondaná, vajon kinek munkálkodom, hogy az én lelkemet minden jótól megfosztom. Ez is hiába valóság, és gonosz foglalatosság. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk vala az ő munkájukból. Mert ha elesik is, az egyik felemeli a társát. Jaj, pedig az egyedül valónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegesznek. Az egyedül való pedig mi módon melegedhetik meg? Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak, és a hármas kötél
nem hamar szakad el. Jobb a szűkölködő, de bölcs gyermek, a vén és bolond királynál, aki nem szenvedi el az intést többé. Mert az a fogságból is uralkodásra megy, holott ennek országában szegénységben született. Láttam a nap alatt járó minden élőket a második gyermek mellett, aki Amannak helyére lépendő vala. És hogy az egész sokaságnak nincs vége, mindazoknak, akiknek ő élén volt. Mindazáltal az utánuk valók már semmit nem örvendeztek ő benne. Mert ez is hiába valóság és lelki gyötrelem. Ötödik rész. Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mégy, mert hallgatás véget közeledned jobb, hogy nem a bolondok módja szerint áldozatot adni, mert ezek nem tudják, hogy gonosz cselekesznek. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten mennyben van, te pedig e földön, azért a te beszédet kevés legyen. Mert álom szokott következni a sok foglalatosságból, és a sok beszédből bolond beszéd. Mikor Istennek fogadást tész, ne halogasd annak megadását, mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd. Jobb, hogy ne fogadj, hogy nem mint fogadj, és ne teljesítsd be. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez, hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját. Mert a sok álomban a hiába valóság is, és a beszéd is sok, hanem az Istent féljed. Ha a szegényeknek nyomorítatását, és a törvénynek és igazságnak elfordítatását látod a tartományban, ne csodálkozzál a dolgon. Mert egyik felsőrendű vigyáz a másik felsőrendűre, és ezek felett még felsőbbrendűek vannak. Az ország haszna pedig mindenek felett a földművelést kedvelő király. Aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel. És aki szereti a sokaságot, nem telik be jövedelemmel. Ez is hiába valóság. Mikor megszaporodik a jószág, megszaporodnak annak megemésztői is. Mi haszna van azért benne urának, hanem hogy csak reánéz szemeivel? Édes az álom a munkásnak, akár sokat, akár keveset egyék, a gazdagnak pedig bővölködése nem hagyja őt aludni. Van gonosz nyavaja, amelyet láttam a nap alatt, az ő urának veszedelmére tartott gazdagság. Ugyanis az a gazdagság elvész valami szerencsétlen eset miatt, és ha fia született néki, annak kezében nem lesz semmi. Amint kijött az ő anyjának méhéből, mezítelen megy ismét el, amint jött vala. És semmit nem vesz el munkájáért, amit kezében elvinne. Annak okáért ez is gonosz nyavaja, hogy amint jött, aképpen megy el. Mi haszna van néki abban, hogy a szélnek munkálkodott, és hogy az ő teljes életében a setétben evett, sokszori haraggal, keserűséggel és búsulással. Ez azért a jó, amelyet én láttam. Hogy szép dolog enni és inni, és jól élni mindenő munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt, az ő élete napjainak száma szerint, amelyeket adott néki az Isten, mert ez az ő része. És amely embernek adott Isten gazdagságot és kincseket, és akinek megengedte, hogy egyék abból és az ő részét elvegye, és örvendezzen az ő munkájának, ez az Istennek ajándéka. Mert nem sokat emlékezik meg az ilyen az ő életének napjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli. Hatodik rész. Van egy gonosz, amelyet láttam a nap alatt, és nagy baj az az emberen. Mikor valakinek az Isten át gazdagságot és kincseket és tisztességet és semmi nélkül nem szűkölködik, valamit kívánhat lelkének, és az Isten nem engedi neki, hogy éljen azzal, hanem más ember él azzal. Ez hiába valóság és gonosz nyavaja.
Ha 100 gyermeket szül is valaki, és sok esztendeig él, úgy, hogy az ő esztendeinek napja sok, de az ő lelke a jóval meg nem elégszik, és nem lesz temetése néki. Azt mondom, hogy jobb annál az idétlen gyermek, mert hiába valóságra jött, sötétségben megy el, és sötétséggel fedeztetik be neve, a napot sem látta, és nem ismerte, tűrhetőbb ennek állapotja, hogy nem amannak. Hogyha 2000 esztendőt élt volna is, és a jóval nem élt, avagy nem ugyanazon egy helyre megyé minden. Az embernek minden munkája szájáért van, mindazáltal az ő kívánsága be nem telik. Mert miben különbözik a bölcs a bolondtól, és miben a szegény, aki az élők előtt járni tud? Jobb, amit ember szemmel lát, hogy nem a lélek kívánsága, ez is hiába valóság, és a léleknek gyötrelme. Valami van régen ráadatott nevezete, és bizonyos dolog, hogy mi lesz az ember, és nem perlekedhetik azzal, aki hatalmasabb nálánál. Mert van sok beszéd, amely a hiába valóságot szaporítja. És mi haszna van az embernek abban? Mert kicsoda tudhatja, mi legyen az embernek jó-e világon, az ő hiába való élete napjainak száma szerint, amelyeket mint egy árnyékot tölt el. Kicsoda az, aki megmondhatná az embernek, mi következik ő utána a nap alatt. Hetedik rész. Jobb a jó hír a drága kenetnél, és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál. Jobb a siralmas házhoz menni, hogy nem a lakodalomnak házába menni, mivel hogy minden embernek ez a vége, és az élő ember megemlékezik arról. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Mert olyan a bolondoknak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt, ez is hiába valóság. Mert a zsarolás megbolondítja a bölcsembert is, és az elmét elveszti az ajándék. Jobb akármi dolognak vége annak kezdetinél, jobb a tűrő, hogy nem a kevés. Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra, mert a harag a bolondok kebelében nyugszik. Ne mondd ezt, mi az oka, hogy a régi napok jobbak voltak ezeknél? Nem bölcsességből származik az ilyen kérdés. Jó a bölcsesség az örökséggel, és előmenetelükre van az embereknek, akik a napot látják. Mert a bölcsességnek árnyéka alatt, és a gazdagságnak árnyéka alatt egyformán nyugszik az ember. De a tudomány hasznosabb, mivel hogy a bölcsesség életet ad az ő urainak. Tekintsd meg az Istennek cselekedeteit, mert kicsoda teheti egyenessé, amit ő görbévé tett. A jó szerencsének idején élj a jóval, a gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is, éppen úgy, mint azt, Isten szerezte. A végre, hogy az ember semmit abból eszébe ne vegyen, ami reá következik. Mindent láttam az én hiába valóságomnak napjain. Van oly igaz, aki az ő igazságában elvész. És van gonosz ember, aki az ő életének napjait meghosszabbítja az ő gonoszságában. Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag. Miért halnál meg idő előtt? Jobb, hogy ezt megfogd, és amattól is a te kezedet meg ne vond, mert aki az Istent féli, mindezektől megszabadul. A bölcsesség megerősíti a bölcset inkább, mint 10 hatalmas, akik a városban vannak. Mert nincs egy igaz ember is a földön, aki jót cselekednék és nem vétkeznék.
Ne figyelmezz minden beszédre, amelyet mondanak, hogy meg ne halld a szolgádat, hogy átkozz téged. Mert sok esetben tudja a te lelked is, hogy te is gonoszt mondottál egyebeknek. Mindezeket megpróbáltam az én bölcsességem által, mikor azt gondolám, hogy bölcs vagyok, én tőlem a bölcsesség távol volt. Felette igen messze van, ami van, és felette mélységes. Kicsoda tudhatja meg azt? Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcsességnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére, azonképpen, hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát és a tévejgésnek balgatagságát. És találtam egy dolgot, amely keservesebb a halálnál. Tudnilik az olyan asszonyt, akinek a szíve olyan, mint a tör és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek, aki Isten előtt kedves, megszabadul attól, a bűnös pedig megfogadtatik attól. Lásd, ezt találta. Azt mondja a prédikátor, mikor gyakorta nagy szorgalmassággal keresém a megfejtést, amit az én lelkem folyton keresett és nem találta. Ezer közül egy ember találtam, de asszonyt mindezekben nem találtam. Hanem lásd, azt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak. Ők pedig kerestek sok kigondolást. 8. rész. Kicsoda hasonló a bölcshöz, és ki tudja a dolgok magyarázatát. Az embernek bölcsessége megvilágosítja az ő orcáját, és az ő ábrázatjának erőssége megváltozik. Én mondom, hogy a királynak parancsolatját meg kell őrizni, és pedig az Istenre való esküvés miatt. Ne siess elmenni az ő orcája elől, ne állj rá a gonosz dologra, mert valamit akar megcselekszni. Mivel, hogy a király szava hatalmas, és kicsoda merné néki azt mondani, mit mévelsz. Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, és a bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet. Mert minden akaratnak van ideje és ítélete, mert az embernek nyomorúsága sok ő rajta. Mert nem tudja azt, ami következik. Mert ki mondja meg néki, mi módon lesz az? Egy ember sem uralkodhatik a szélen, hogy feltartsa a szelet. És semmi hatalmasság nincs a halálnak napja felett, és az ütközetben senkit el nem bocsátanak, és a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, amely történik a nap alatt oly időben, amelyben uralkodik az ember az emberen maga kárára. És azután láttam, hogy a gonoszok eltemettettek, és nyugalomra mentek. Viszont a szent helyről kimentek, és elfelejtettek a városban olyanok, akik becsületesen cselekedtek. Ez is hiába valóság. Mivel, hogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekedőjén, egészen arra van az embernek fiainak szíve ő bennük, hogy gonosz cselekedjenek. Bár meghosszabbítja életét a bűnös, aki százszor is vétkezik, mégis tudom én, hogy az Isten félőknek lésze jó dolguk, akik az ő orcáját félik. A hitetlennek pedig nem lesz jó dolga, és nem hosszabbítja meg az ő életét, olyan lesz, mint az árnyék, mert nem rettegi az Istennek orcáját. Van hiába valóság, amely e földön történik, az, hogy vannak oly igazak, akiknek dolga a gonoszoknak cselekedete szerint lesz, és vannak gonoszok, akiknek dolga az igazaknak cselekedetei szerint lesz, mondám, hogy ez is hiába valóság. Annak okáért dicsérem vala én a vigasságot, hogy nincsen embernek jobb-e világon, hanem hogy egyék, igyék és vigadjon, és ez kísérje őt munkájában, az ő életének napjaiban, amelyeket áld néki Isten a nap alatt. 9. rész. Mikor adám az én szívemet a bölcsességnek megtudására, és hogy megvizsgáljak minden fáradtságot, amely e földön történik,
mert sem éjjel, sem nappal az emberek szeme álmot nem lát. Akkor eszembe vevém az Istennek minden dolgát, hogy az ember nem mehet végére a dolognak, amely a nap alatt történik, mert fáradozik az ember, hogy annak végére menjen, de nem mehet végére, sőt, ha azt mondja is a bölcsember, hogy tudja, nem mehet végére. Mert mindezt szívemre vettem, és pedig azért, hogy megvizsgálja mindezt, hogy az igazak és bölcsek és azoknak minden cselekedetei Isten kezében vannak. Szeretet is, gyűlölet is, nem tudják az emberek, mindez előttük van. Minden olyan, hogy mindenkit érhet. Egy azon szerencséje van az igaznak és gonosznak, jónak vagy tisztának és tisztátalannak, mind annak, aki áldozik, mind aki nem áldozik. Úgy a jónak, mint a bűnösnek, az esküvőnek úgy, mint aki féli az esküvést. Mind az ég alatt való dolgokban e gonosz van, hogy mindeneknek egyenlő szerencséjük van, és az emberek fiainak szíve is teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Mert akárkinek, valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. Mert jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meghalnak. De a halottak semmit nem tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett. És többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. No, azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és igyad jó szívvel a te borodat, mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban, mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, melyel munkálkodol a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Fordítvám magamat látám a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, és nem a tudósoké a kedvesség, hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek. Mert nem is tudja az ember az ő idejét, mint a halak, amelyek megfogadnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, amelyek megfogadnak a törben, miképpen ezek, azonképpen megfogadnak az emberek fiai a gonosznak idején, mikor az eljő reájuk hirtelenséggel. Ezt is bölcsességnek láttam a nap alatt, és ez én előttem nagy volt, tudnilik, hogy egy kicsiny város volt. És abban kevés ember volt, és eljött az ellen hatalmas király, és az körülvette, és az ellen nagy erősséget épített. És találtatott abban egy szegény ember, aki bölcs volt, és az ő bölcsességével a várost megszabadította. De senki meg nem emlékezett arról, a szegény emberről. Akkor én azt mondám, jobb a bölcsesség az erősségnél, de a szegénynek bölcsessége utálatos, és az ő beszédét nem hallgatják meg. A bölcseknek nyugodt beszédét inkább meghallgatják, mint a bolondok közt uralkodónak kiáltását. Jobb a bölcsesség a hadakozó szerszámoknál, és egy bűnös sok jót veszt el. A megholt legyek a patikáriusnak keneteit megbüdösítik, megerjesztik, azonképpen hathatósabb a bölcsességnél, tisztességnél egy kicsiny balgatagság. A bölcsembernek szíve az ő jobb kezénél van, a bolondoknak pedig szíve bal kezénél. A bolond, amikor az úton jár is, az ő elméje hiányos, és mindennek hirdeti, hogy ő bolond.
Tizedik rész. Mikor a fejedelemnek haragja felgerjedt ellened, a te helyedet el ne hagyjad, mert a szelídség nagy bűnöket lecsendesít. Van egy gonosz, amelyet láttam a nap alatt, mintha tévedés volna, amely a fejedelemtől származik, hogy a bolondság nagy méltóságra helyeztetett, a gazdagok pedig alacsony sorban ülnek. Láttam, hogy a szolgák lovakon ültek, a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák. Aki vermet ás, abba beesik, és aki a gyepüt elhányja, megmarja azt a kígyó. Aki a köveket helyükből kihányja, fájdalmat szenved azok miatt, aki hasogatja a fát, veszedelemben forog amiatt. Ha a vas megtompul, és annak élét meg nem köszörüli az ember, akkor erejét kell megfeszíteni. A bölcsesség pedig minden dolognak eligazítására nagy előmenetel. Ha megharap a kígyó, amíg meg nem varázsoltatott, azután semmi haszna nincsen a varázslónak. A bölcs ember szájának beszédei kedvesek, a bolondnak pedig ajkai elnyelik őt. Az ő szája beszédinek kezdete bolondság, és az ő szája beszédinek vége gonosz balgatagság. És a bolond szaporítja a szót, pedig nem tudja az ember, ami következik, és ami utána lesz. Kicsoda mondja meg azt néki? A bolondnak munkája elfárasztja őt, mert a városba se tud bemenni. Jaj néked, ország! Kinek a te királyod gyermek, és a te fejedelmeid reggel esznek? Boldog vagy te, ország! Kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmid idejében esznek a testnek erejéért, és nem az italért. A restség miatt elhanyatlik a házfedél, és a kezek restsége miatt csepeg a ház. Vigasságnak okáért szereznek lakodalmat, és a bor vidámítja meg az élőket, és a pénz szerzi meg mindezeket. Még a te gondolatodban is a királyt ne átkozd, és a te ágyas házadban is gonoszt a gazdagnak ne mondj, mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is bevádolná a te beszédedet. 11. rész. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. Adj részt hétnek vagy nyolcnak is, mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre. Mikor a sűrű fellegek megtelnek, esőt adnak a földre, és ha leesik a fa délre vagy északra, amely helyre leesik a fa, ott marad. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki a sűrű fellegre néz, nem marad. Miképpen, hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindeneket cselekszik. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, ezé vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszer s mind. Valóban, édes a világosság, és jó, ami szemeinkkel néznünk a napot. Mert ha sok esztendeig él is az ember, mindazokban örvendezzen, és megemlékezzék a sötétségnek napjairól, mert az sok lesz, valami eljövendő, mint hiába valóság. 12. rész. Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útjaiban és szemeidnek látásiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testettől, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. És emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és míg el nem jőnek az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik a világossággal, a holddal és a csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után,
Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrojnak az erős férfiak, és megállanak az örlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők, és az ajtók kívül bezáratnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek madárszóra, és halkabbá lesznek minden éneklő leányok. Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandulafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába. És az utcán körül járnak a sírók, minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromolna az arany palackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, és a por földé lenne, mint azelőtt volt. A lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. Felette nagy hiába valóságok. Azt mondja a prédikátor. Mind ezek hiába valóságok, és azon felül, hogy a prédikátor bölcs volt, még a népet is tudományra tanította, és fontolgatott, és tudakozott, és írt sok bölcsmondást. És igyekezett a prédikátor megtudni sok kívánságos beszédet, igaz írást és igaz beszédeket. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, melyek egy pásztortól adattak. Mindezekből, fiam, intessél meg. A sok könyvek írásának nincs vége, és a sok tanulás fáradtságára van a testnek. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Isten féljed, és az ő parancsolatit megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az.